Július végén látogatott Fehérvárra a Virágos Magyarország zsűrie. Az idén 30 éves versenyre minden korábbinál nagyobb számú nevezés érkezett. Közel 500-an nyújtottak be pályázatot a jubileumi évre. A díját adót pénteken tartották Budapesten. Székesfehérvár a Virágos Magyarország környezet szépítő verseny 2023-as gáláján jubileumi díjat vehetett át. A díjjal a zsűri azt ismerte el, hogy az elmúlt három évtizedben Székesfehérvár városa kapta a pályázó városok közül a legtöbb díjat. A Székesfehérvár városa pedig 1995 óta vesz részt ebbe a versenyben, és az ez idő alatt eltelt díjkiosztókon 22 alkalommal kaptunk valamilyen kitüntetést, valamilyen díjat, és ugye a Székesfehérvár az a település az országban, aki a legtöbb díjat kapta, ennek alkalmából volt ez a jubileumi díj átadás. Az 1995 óta megszerzett díjak részletes listája a város honlapján olvasható, a jubilómi gálán pedig egy külön díjat is kiérdemelt Fehérvár. Alpin technikás faápolástal nyílik majd lehetőség a városban. Ez utóbbi elismerésnek köszönhetően a külön díjat elsősorban a városi temetőkben tudja majd hasznosítani a városgondnokság, ahol a nehezen hozzáférhető fákat tudják majd ilyen módon megfiatalítani.